A Hortobágyi Nemzeti Park létrehozását segítette a kormányzathoz benyújtott Pronatura Memorandum, amelyet 21 nemzetközi hírű tudós aláírásával hitelesített. A Nemzeti Park eredetileg mintegy 52 ezer hektáros területen jött létre, amely az elmúlt 50 évben csak nem 82 ezer hektára bővült. Egész területe bioszféra rezervátum, a Ramsari Egyezmény értelmében pedig több mint 20 ezer hektár tartozik a nemzeti közileg számon tartott vizes élőhelyek közé. Az UNESCO világörökség része az egész terület, amely magában foglalja a Hortobágyon kívül a nagy kunság jelentős részét, valamint a vidék arculatát meghatározó építészeti emlékeket, köztük a kilenc hidat, a Hortobágyi csárdát és a Pásztor múzeumot is. A Nemzetközi Csillagos Égbolt Szövetség Európában harmadikként Csillagos Égbolt parkán nyilvánította a Hortobágyi Nemzeti Parkot. Az élővilág, a természetes tájkép és a Csillagos Égbolt védelme érdekében. A Nemzeti Park bekerült az UNESCO Csillagászat és Világörökség tematikus programjába is a Csillagos Ég ismerete és a Pásztor Tudomány kapcsolata révén. A csillagos égbolt park az egyik fontos elemévé vált, Hortobágy ökoturisztikai attrakcióinak és a környezeti nevelésnek. A Nemzeti Park fennállása során a területen olyan kiemelt élőhely helyreállítások valósultak meg, mint a Kunkápolnási mocsár, az Egyek-Pusztakócsi mocsarak, valamint a Zámi mocsár rekonstrukciója. Ezen felül a live program keretén belül sor került különböző szikes puszták, mocsarak, valamint területek rehabilitációjára is. A madarak védelmének érdekében megtörtént a szabad vezetékek kiváltása és megszüntetése a nemzeti park területén. A természeti és kulturális örökség megőrzése mellett a bemutatás is kiemelt cél. Hortobágy ismertségét hosszú ideig a mátai kocsikázás és a csikós bemutató tartotta fent. A nagy állatlétszámú gulyákat és nyájakat legeltető pásztorok, Hagyományos tudásai és szokásai ma is a Hortobágy legfőbb értékei közé tartoznak, míg a pusztai állatpark a Kárpát-medencében őshonos magyar házi állatfajtákat, a Hortobágyi vadaspark a pusztáról már eltűnt állatfajokat, vadlovakat, őstulkokat mutatja be. Az öreg tavakon a helyreállított kisvasút a páratlanul gazdag madárvilág szemléltetésében segít. Ebben az évben a Hortobágyi Nemzeti Park sok különleges programmal igyekszik megemlékezni a évszázados évfordulóról, amelyről bővebb információ a Nemzeti Park honlapján és közösségi média felületein érhető el, olvasható a Karcak Televízióhoz eljuttatott közleményben.